Továbbra is szigorú szabályok vannak érvényben Németországban, az éttermek teljesen, a boltok nagy része zárva van. Amelyik üzlet azonban mégis nyitva van, oda csak időpontfoglalás és negatív covid teszttel lehet bemenni. Hétfőtől azonban enyhítés kapnak a beoltott állampolgárok. Üres utcák, ez jellemzi most a néhai forgalmas Hamburgot. Egy helyi vállalkozó szerint a járvány teljesen tönkreteszi az életüket. In Hamburg is this... Itt Hamburgban egyszerűen minden le van zárva, mindenhol az arcmaszkokat kell hordanunk, ez nagyon megnehezíti az életünket, és teljesen elveszik a szabadságunkat ezek a COVID intézkedések. Az éttermek sem nyithattak ki, szigorúan csak elvitelre lehet ételt vásárolni. Van olyan neves étterem, ami zárva maradt, mert nem éri meg nekik hiszen elviterre alig vásároltak náluk. Most nagyon nehéz nekünk, mert a mi kis éttermünk zárva van. Az étel csak elvinni lehet, mindenki home office van, nem nálunk esznek, hanem inkább otthon főznek. Ez a férfi üzleti útra jött Hamburgba, először jár városban. Azt mondja, a hotel, ahol megszállt, teljesen üres, és a szabad idejében sem tud sok mindent csinálni, mert a múzeumok és a mozik is zárva vannak. Én üzleti úton vagyok, most kicsit körülnézek a városban a hétvégén, de minden üres és zárva van. Bevallom, így egy kicsit unatkozom. Az elektronikai üzletek viszont nyitva vannak. Például ez is, de csak időpont foglalás után is egy negatív koronavírus teszt birtokában lehet bemenni, amit a bolt mellett lehet megcsinálni. Azt állítja az egyik eladó, hogy a beoltottak védettségi igazolvánnyal bejöhetnek hétfőtől, de a többieknek továbbra is tesztelni kell. Egy idős férfi szerint hatalmas pofon ez a gazdaságnak, hogy az ország nagyjából fele nem működik. Ha nem nyithatnak ki, hamarosan sok vállalkozása csőd szélére sodródik. Az Véleményem szerint olyan gyorsan ki kell nyitni az országot, amilyen gyorsan csak lehet, mert baj lesz a gazdasággal. Úgy tudom, hétfőtől mehetnek azok boltba, akiknek van oltási könyvük, csak úgy, mint önöknél Magyarországon, mondja ez a férfi. Annyi biztos, hogy Hamburg belvárosa a hétvégére teljesen kiürült, alig látni és sétáló embereket. Egyébként a sima maszk itt nem jó, mindenkinek FFP2-es maszkot kell hordania. Az emberek nagyon mérgesek, szeretnék, hogyha már újra nyitnának az éttermek, a bevásárló központok és az üzletek. Mindenki szeretné már visszakapni a régi életét. Szalai Péter tudósította az ATV híradóját Hamburgból.